fölöttem meg a több száz méteres sziklák, és gyönyörűen hatalmas hópelyhekbe hull a hó. Úr is bujkál az ágak között. Hát én meg azt az egyszerű megoldást választom, hogy lerázom. Na, most szerencsénk volt. Még az lett volna szép, hogyha sütne a nap. Mi? De hát minden nem lehet. Azért csak összejött, hallott Babi, hogy kaptunk egy kis telet. Mi? Hát még tarthatod kicsit. A kisfilmünk elkészítését támogatta a Muzsikás Vendégház Farkas Laka. Hogyha lehetne választani, mikor mennék ide legszívesebben, akkor mindig a telet választanám, hiszen télen ugye a hideg meg a hó miatt nincsenek itt turisták, nincsenek emberek, még a bazárosok is bezártak, bodegáikat pedig eltakarja a hófehér táj. Dúrival ezen a téli napon még a kisbékás szorosba is bemerészkedtünk a hótalpainkon, ahol teljesen lenyűgözött minket a hófehér táj. Tartsatok velünk máskor is a kisfilmjeinkben, itt a YouTube csatornánkon, és ne feledkezzetek el fel is iratkozni ide. Megyünk a kisbékás patakhoz, Dóri megy elől, előtte senki nem ment el, én is hajolgatok, hogy faágakhoz ne érjek hozzá, nézzétek milyen mesebeli a táj. Fölcsatoltuk a hótalpakat, mert elég nagy a hó vastagsága. Dóri is bujkál az ágak között. Hát én meg azt az egyszerű megoldást választom, hogy lerázom. Csak a telefonom is kap belőle. Na. Ó, meg én is. Ez itt a kisbékás szoros. És alattunk zubog a kisbékás patak. Itt vagyok a függőhíd alatt. Fölöttem meg a több száz méteres sziklák, és gyönyörűen hatalmas hópelyhekbe hull a hó.
Ha szereted Erdélyt, és ha szereted a filmjeinket, akkor csatlakozhatsz hozzánk itt a YouTube csatornánkon, ahol jelképes összegekkel támogathatod a munkánkat.